65 éve vált önálló települését Tiszatenyő. A település addig Törökszent Miklós részeként működött, ezt ünnepelték meg 2015. február 15-én vasárnap. Már 1949-ben felvetődött az önállósodás gondolata. A tenyői tanács a 630/1949 kormányrendelet után Pusztatenyőt, ahol helyszíni szemlét tartottak, megalakult egy bizottság, és érdemesnek találta az önállóság útjára lépni. Már 1949. májusában felvetődött ennek a gondolata ismételten itt a helyi testületben, aminek hatására 1950. február 15-én Tiszatenyő, mint Pusztatenyő önálló település lett. 1950 őszén a Pusztatenyőt véglegesítették Tiszatenyővé, és innen Tiszatenyő, mint önálló település, ezen a néven működött tovább. A rendezvényel párhuzamosan nyitották meg Molnárné Kóródi Borbála szövőnépi iparművész Festékek és Bogosok című kiállítását is. Nagyon szeretem ezeket a festékes mintákat, illetve a kedvenc tájegységem a mezőség. És ott már többször voltam mintát gyűjteni, és azokat próbálom felhasználni. Tehát nem ugyanazt megszőni, hanem azokból a mintából merítek, és akkor úgy tervezem meg a szőnyegeket. Minden évben ehhez a naphoz kötődően köszöntik a település újszületteit és a 18. életévüket betöltött fiatalokat is. Nagy boldogsággal töltött el, hogy itt lehettem ezen a szép ünnepélyen, a mai napon. Egyben szomorú is voltam, hogy nem lehet itt velem a lányom. Nagyon jó lett volna, mindketten részt tudtunk volna venni ezen az ünnepségen, de nagyon-nagyon szép ünnepség volt, úgyhogy köszönjük szépen a polgármester úrnak. A gyökerek azok nagyon-nagyon fontos dolgok, és szerintem Tiszatenyő mindig is egy nagyon jó kis közösség volt, és hát akinek ez számít, az összetartozási érzése, annak mindenképpen részt kell venni ilyen eseményeken, mint ez a mai nap is volt. A rendezvény sztárvendége Szandi volt, aki nem csak a produkciójával emelte a vasárnap színvonalát, hanem aktívan részt vett a polgármester úrral a díjak átadásában is. Hát főleg, amikor a babák jöttek, akkor a babáknak adtam át a kis könyveket, meg a virágot, meg ugye megkapták az oklevelet. Hát akkor tényleg könyvbe rábadt a szemem, és gyakorlatilag ugyanezt elmondhatom akkor is, amikor a 18 éveseket köszöntöttük, a nagykorúakat, mert ugye most már így három egyre felnőttebb gyermek édesanyjaként átérzem azt a felelősséget, amit jelent szülőnek lenni. És szándékosan mondtam, hogy szülőnek, mert ugye nem csak az édesanyáknak szólt tulajdonképpen az anya című dalom, hanem valahol az apukáknak is, mert nagyon nem mindegy, hogy mivé fejlődnek ezek a fiatalok, akik előtt ott a jövő, és én hiszek abban, hogy mi szülők vagyunk elég erősek ahhoz, hogy a lelkieken túl ezekre a dolgokra is oda tudjunk figyelni. Ahogy a beszédemben is megemlítettem, az, hogy Tiszatenyő ifjúságbarát önkormányzat lett, ez a rendezvény is nagyon sokat tett hozzá. Nagyon sokat tett hozzá például a nyári diákmunka, de minden olyan rendezvény, ami összefogja a fiatalokat, hiszen én nagyon fontosnak tartom azt, hogy amikor a gyermek a tudatára ébred, akkor mi az az első sugallat, az az első szél, az az első értelem, ami megérinti. Mert mindenki szeretne csatlakozni valahová, és csatlakozzon hozzánk egy jó közösséghez. És az a jó közösség, ez a tiszatenyői fiatalok közössége, ami mindig is biztosítékot nyújt arra, hogy egy jó társaságban, meg egy jó helyen van. A rendezvényen megjelentek személybe könnyeket csalt a műsor, nagy sikert aratott a falu tortája is, amit Tiszatenyő és Törökszent Miklós polgármesterek közösen vágtak fel. Pozitív példa, amit Tiszatenyő megvalósított, és már 14. alkalommal ünnepelték meg a településen előző évben születetteket, illetve a nagykorúvá válás, nagykorúságukat betöltő fiatalokat. Mindenféleképpen szerintem egy nagyon jó dolog, egy kis település életében, hisz abban egy olyan világban, vagy egy jelenlegi Magyarországon, illetve Európában, ahol alapvetően népességcsökkenés tapasztalható, egy településnek a hosszú távú életét azt tudja befolyásolni, hogy a népessége minél inkább növekedjen, vagy adott esetben, ha nem is növekszik, de ne csökkenjen, és szerintem ehhez egy ilyen rendezvény, egy ilyesfajta odafigyelés, ez nagyon pozitív példa.